Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, szeptember 1-én. A hold a mai napon a Danista holdházban található. Ez a holdház határt jelent. Számunkra azt közli a mai napon, hogy valaki megpróbál bennünket korlátozni. Vagy mi kell, hogy korlátokat tegyünk másokkal szemben. Ez a határ holdház jelenti azt is, hogy át kell lépnünk a határon, megvalósítani azt, amit mi terveztünk. A mai napon van egy nap és Uránusz bolygó között egy kapcsolat. Ezt úgy nevezzük, hogy trigón aspekt. És ez a trigón aspektus szerencsét hoz. Milyen területen? A nap, az a napfény, megvilágosodik valami. Az Uránusz bolygó hatása alatt van egy meglepetés. Valami, amire mi nem számítottunk. Uránusz bolygó gyakran változásokra utal. A mai napon van egy hold és egy Mars bolygó kapcsolat, egy úgynevezett szextil. Ez a kapcsolat szintén jó, kellemes, harmonikus. A Mars bolygó energiája mutatja az élet erőnket. Azon kívül a Mars bolygó jelenleg az Asvini holdházban van, és az gyógyulásokra utal. Nem csak az erőt jelenti, hanem a férfiakat, és mivel egy jó kapcsolat van a holdhoz, ez lehet egy anya-fia kapcsolata, javulnak a helyzetek, vagy az érzelmek, mert a hold szimbolizálja az érzelmeket. Az azt jelenti számunkra, a férfiak nyitottak arra, hogy érzelmekről beszéljenek, vagy kimutassák az érzelmeiket. Merkur bolygó szintén egy jó kapcsolatban áll Plutó bolygóval. Ebben a kapcsolatban kommunikációról van szó. Mi kimondjuk azt, amit rég kimondani szerettünk volna, vagy befejezünk valamit, lezárunk valamit, és ezt kifejezzük szavakban. De ez jó hatással van ránk, mert végre megvan hozzá a bátorságunk ezt megtenni. Így szabadnak érezzük magunkat, mert nem nyomaszt az a dolog a múltból, amit korábban nem mertünk kimondani. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, szeptember 1-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!